Na, most, hogy már mindenki figyel, szeretnék mindenkit üdvözölni a következő blogomba. Minden más, mint a munkahelyemen készül, szóval szeretnék üdvözölni mindenkit, és remélem jól fogjátok érezni magatokat. Sziasztok, megérkeztem a hotelbe, szóval szeretném bemutatni nektek, hogy hol is töltöm ma az éjszakát, szóval gyertek velem! So, come in. Thank you. Oops. Oh. Oh my goodness. Oh my God! God cannot help you. God cannot help you. Why? What he can do. That's beautiful. Is it? Really? Oh my goodness. He's a kid. Oh, I thought that you are giving me money. No, no money. Also, your mommy has the money. Oh, is it? Szóval ez a tévé, ez egy ilyen beépített tévé, mint láthatjátok persze. Itt van egy asztal. Most igen, jelen pillanatban készülök a streamelésre. Egy fotel, egy ilyen nagy lámpával. Itt van a kilátás, nem is mutatom nektek, hogy minden. Itt van egy ilyen kis dohányzó asztalka. Vagyis hát nem tudom, minek hívják, szerintem dohányzó asztalka, de mindig. És ha kinézel, hogyha ki tudnék nézni valahol, ha nem elől fogtok látni dolgokat, szóval nem a Baker Street utcára néz ki az ablakom, ahol alapjáton járkálok, hanem ez most a háttérben, itt vannak a lakások. Egyébként így hátul sokkal könnyebb meg nyugodtabb aludni, ugye, mert ha Baker Street-en laksz, akkor egyébként eléggé nyüzsgős, meg hangos. Itt van az ágy. Szóval itt az ágy, és itt van felettesának hangos kép, ami szerintem gyönyörű és nagyon szépen meg van tervezve. Itt egy tükör. Sziasztok! Szóval itt egy tükör, amit nem tudom, hogy elhetem. Ja, igen. Ezt lehet elhúzni, majd mindjárt megmutatom nektek. Itt van egy asztal. Asztal? Asztal, never mind, egy szekrény. Szóval itt van egy szép. Hogyha ugye benne akarsz tenni pénzt, ameddig itt vagy, vagy valami. Itt van egy vasaló, ez egy hajszárító. Szóval itt a fürdőszoba, ami szerintem meseszép azt, ami minden neki. Tehát, ahogy bemész, egy jobb oldalt, van egy zuhanyzó. Ups, itt is zuhanyzó, csak nem nagyon tudom megmutatni nektek, mert elég közel vagyok. Itt van egy kád, itt a mosdó. És elnézést kérek előre, egy kicsit vizes csak már, mert majd kezdet mostam, de nézzétek azt a mindenit. Tüm tüm tüm. I see you crystal clear. Azért nem biztos, hogy ez pont egy jó szöveg, hogy itt előre fogok aludni, vagy kírják, hogy tisztán látnak, azért engem ne sos olyan innen senki. De egyébként szerintem marha jól néz ki. És mondjátok azt, hogy nem néz ki, szóval szépen. Annyira szép.
I saw you crystal clear. Itt vannak egy érzék. Ups. Mármint, nem lenne meg. Igen, egy kicsit kupis vagyok, tehát én már bejöttem, munka után jöttem fel, én már le is fülöttem, meg megcsináltam mindent. Itt van egy ilyen kis tükör, ami nekem marhára tetszik, tehát én egy ilyet elfogadnék otthonra, már nem azért. Akkor van ilyen két kis köpeny, és akkor ugye így ennyi a szoba. El tudod tolni! Szóval ezt így el lehet tolni, és akkor ez így fog kinyílni. Szóval, ja. Ennyi a szoba, ami szerintem azt a mindenütt neki. Amúgy alapjáraton ez a szoba, amit itt láttok, az a neve, hogy Executive Double Room. Ez a második kategória, szóval úgy van, hogy van a Superior, az a legalsó, van az Executive, van a Studio, meg van a Loft. A Loft az ilyen két emeletes, kétszintes, lent van egy ilyen szófa bed, mi az kanapé, és van lent egy mosdó, utána felmegy a lépcső, és akkor fent van egy ugyanilyen, hát nem ugyanilyen, hasonló ugye ilyen dupla, és fent is van egy mosdó, szóval az nagyon jó. Ez az a legfelső kategória, ez a második kategória, amit most láthattatok itt jelen pillanatban, szóval egyelőre ennyi. Na, azt hiszem készen is állok lemenni egyébként, megmutatom nektek a vendéghelyeket, a bárt, az éttermet, meg a recepciót, ahol én dolgozok, és útközben rájöttem, hogy amúgy nem hoztam semmilyen cipőt, szóval szerintem marha szexi. Legalább Harry Potterbe figyel. Na, szóval akkor menjünk lefele. Szóval így néz ki az, hogy ki jössz a szobából. Ez az M11-es szoba, remélem nálam van a kulcs, megszerint. Ups. Szóval, nem kell erre felejönni. És ha erre jössz, akkor át kell venni a régi szányba. Itt van a lift, ahol le kell menni. Miért felfelé nyomtam meg? Most felfelé fogok menni. Hát itt a kilátás ne nagyon nézzétek, mert ez ugye már hátrafele van, ezért itt hátsó. Nem a békeszi. Mindjárt. Jó, én lefelé akarok menni. Megmutatom nektek a legfeljét. Csak csendben, mert nem tudom, hogy meg kell fotózni. És itt van a itt van a ilyen képe. Itt szoktam lenni, ott szoktam dolgozni, a recepcióra. Itt van az étterem, de most oda nem megyek be, hanem van. De hát nagyon később elmondani. Halló! What's really wrong? Sweet. Very sweet. Very sweet. Okay, I'll do that. Like pina colada? Okay. Yeah, pina colada. But really sweet. Very please. Sweet one. Thank you so much. Miért van neked egy külön szobád a hotelben? Mondjuk én merre laknak, nem velük laksz. Ja, szóval. Elmondom egyébként, hogy az arról szól, hogy van egy olyan nevezetű, hogy Inspiring Night Stay, vagy mi az Isten, ami arról szól, hogy mivel újonc vagyok a hotelnél, ezért, hogy tudjam a vendégeknek elmondani, hogy mégis mi az Isten van itt, ezért itt kell maradnom, egy éjszakát töltenem, és azt a hotel fizeti, az ennivaló, a mindent, ugye enni, inni, meg a szobában. Szóval erről szól most az egész, ezért vagyok itt, ezért fogok itt aludni, és egyedül fogok itt lenni, holnap meg dolgozhatok reggel. Lángos!
Az igen. Nem biztos, hogy lángos kéne ennem egy étterembe. Szóval rendeltem meg egy ilyen marha burgert is, amit felhozottam a szobába, mert nem akartam lent megenni. Ilyen, mindjárt meglátjátok, hogy miért. Figyeljetek! Ups! Azt a nyami. Szia marha, puci! Ezt most majd lefogom egyre, vagy nem? Kiker egy kis falatot belőle. Figyeljetek, mi megy a tévébe. Srácok, ebben a hotelben minden van. Kávézer, kávé, kávés pohár, elfogalom nincs az micsoda, és ha kinyitod az ajtót, itt van a mini bar, amit nem fog kinyitni, mert nem akarom használni, és innen vettem ki a teafőzőt, teafiltelet, kávé, meg a poharak, szóval azt a mindenit. Én ezzel nagyon meg vagyok elégedve az őszobában. Reggel szerintem meg fogom mondani a menedzseremnek, hogy nem megköltözhet még be örökké, jó? És nézzétek, mit találtam! Mondjuk most nem fog nagyon fog látszani, szóval ide jövök a filmbe. Nézzétek, mit találtam! Oh, cookie!